Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, barátaim, a Pásztorszava műsort halljátok, látjátok. Szeretnék néhány hirdetést elmondani a számotokra. December 10-én immár elérkezünk a jelenések könyvének az utolsó szolgálata az előadásához. December 10-én délután 4 órától a jelenések könyvének 21 és 22. része kerül feldolgozásra. Kérlek benneteket, gyertek el, lehetőség lesz az alkalom végén a kérdéseket is feltenni. Várok mindenkit szeretettel, senki nem maradjon otthon. December 17-én a kis csoportos képzés kezdődik el, amit már hirdettünk a gyülekezetben. Készüljön mindenki, köszönöm a, a népes jelenkezők távorát, nagyon hálás vagyok ezért az december 17-én, szintén szombaton 9 órától fog kezdődni és 12-ig fog tartani az első képzés. Várok mindenkit szeretettel, aki nem tette még meg a jelentkezés. kérem, hogy tegye meg a jelentkezését. Hirdetni szeretném, hogy karácsony, az december 25-én lesz a karácsonyi istentiszteletünk. Ez a vasárnap nap, ugye szombaton lesz a Szenteste, vasárnap pedig akkor karácsony első napja, és akkor várunk mindenkit szeretettel a ünnepi Isten Ahogy mondtam, minden lelki beteget, sérült embert hozzatok, mert szeretettel látjuk őket, de minden testvérünket, barátunkat, családtagot is szeretettel látunk. Legyen egy olyan ünnep, ahol szerzünk nekik egy szép ünnepet az a testvéreinknek és a barátainknak. 25-én. Szilveszter szintén megrendezésre kerül, de a szilveszter, ugye, ahogy figyelitek, az szombaton lesz szintén, ezért vasárnap, másnap reggel nem tartunk Isten tiszteletet, hiszen az már zsúfolt lenne, hogy reggelig tart a szilveszteri alkalom, főleg a fiataloknak, és délelőtt 10 órától pedig Isten tiszteletet tartsunk, tehát akkor az, a, az nem lesz Isten tisztelet, hanem ha jól számom, 7 vagy 8-án lesz a, 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 a következő Isten tisztelet, ami nekünk a legelső Isten tisztelet lesz abban az évben. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, nagyon gazdag programok lesznek, még sok más egyéb szolgálatok is mennek. Kélek figyeljétek a hirdetéseket, és gyertek az alkalmakra. Most pedig szeretnénk imádkozni, és fogjuk mondani a mai isti üzenetet. Úgy fog kimenni az üzenet, hogy szívekbe fog találni, úgy hiszem, és fog segíteni a mi életünkben, a jelenlegi helyzetünkben, amiben éppen élünk. Mennyi édesatyám, köszönöm az Úr Jézus Krisztus nevében ezt a mai estét. Hálás vagyok azért, Uram, hogy folytathatjuk a, a menetelésünket előre a Te utadon. Köszönjük, Uram, hogy a Te igéd lépésről lépésre irányít bennünket, és valóban olyan, mint egy világító szövétnek. Nagyon hálás vagyok azért, Uram, hogy a gyülekezetnek nem csak megvilágítod az életét, hanem világosságot adsz a döntésekhez, a te benned való járásban, a hídben való járásban. És nagyon hálás vagyok azért, Istenem, hogy ezek az igék valóban olyan igék, amik most és itt segítenek bennünket ebben a jelen való világban. Uram, áld meg ma a hallgatókat, nézőket, köszönöm minden szívet, éhes szívet, köszönöm neked, Uram, az embereket, köszönöm neked, Uram, az én testvéreimet, köszönöm azokat, akik ránéznek erre a műsorra, és, és kapnak egy, egy ikletet, egy, 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 egy üzenetet a mai szolgálatból. Kérlek, Uram, hogy te a te szent lát, a által minden egyes szívben. Köszönöm neked, Uram, ezt az estét, és köszönjük a te beszédedet, és köszönjük most a dicséretet is, hogy dicsérhetünk téged. Köszönöm az Úr Jézus nevében. Amen. Amikor teljes sötétség burul rá, és mikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény. A sötét nem borít el előle az éjszaka, úgy fénydik mint a nappa. Én nekem a sötét Csí, olyan, mint a világosság, mert Te, Jézus, eljöttél hozzám. A sötétség nem borít el előre, az éjszaka úgy fénylik, mint a nap én nekem. A sötétség olyan, mint a világosság, mert te Jézus eljöttél hozzám, meg vagyok. Egyszerű, folytatni fogjuk a, a pászor szava műsort, és nagyon hálás vagyok azért, hogy elmondhatom a címet, ami egy különleges cím. A cím a mai szolgálatomnak a kígyó a tűzben. És nézzük is meg az igét, mit jelent ez a különleges cím, amely sok érdekességet, igazságot, rémát tartalmaz a mi számunkra, a mi életünkben. Az ige az apostolok cselekedeteiben van megírva, apostolok cselekedetei 28. rész első verstől a tizedik versig. Így hangzik az Isten igéje. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Máltának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekszenek valami velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadának minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett, és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragada. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagy élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult de neki minek utána a kigyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn. Azok pedig azt várván, hogy meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halvarodik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva az értelmüket, Istennek mondják vala őt. Annak a helynek környékén valának pedig a sziget főemberének név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket három napig, nagy emberségesen vendégül látott. Lőn pedig, hogy Publius atya hideglelésben, vérhasban, betegen feküvék. Kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezeit rávetve, meggyógyítá őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő jövének, és meggyógyulának kik nekünk nagy tisztességet is tőnek, és amikor elindulánk, a szükséges dolgokkal ellátnak minket. Eddig az Isten igéje, drága testvéreim, barátaim. A történetnek van egy előzménye, ugye Pál Lapostól Jeruzsálemből elindul Rómába, Isten szava szerint ez az életének az utolsó szakasza, amit be kell neki járni, és Pál rálép erre az útra, és nem tudja, hogy hogy fog ez bekövetkezni, de Isten erősíti az ő szolgáját, hogy ne féljen, hiszen el fogja juttatni Jézus Krisztus Pált Jeruzsálemből Rómáig, méghozzá a császár elé. Ott kell az evangéliumot hirdetni. Ugye sok nehézségen megy keresztül Pál, ellenségekkel találkozik, nehéz körülményekkel, lehetetlen helyzetekkel, veszélyes szituációkkal, de az út Jézus Krisztus mindenen átvezeti őt. Mert nekünk Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És Jézus Krisztus az út azt jelenti, hogy nem csak a mennybe vezet minket Jézus, hanem ez azt jelenti, hogy a Földön is végig vezet minket azon az úton, amelyen járnunk kell. Vagyis úgy is mondhatom, hogy Jézus Krisztus a földi útunk is. Tehát minden keresztény ezen az úton megy végig, amelyet Isten szab az ő számára. Isten ezt az utat megszabta, elrendelte, és szeretné, ha végig járnánk ezen. És ez az út, eltervezett út, ezen az úton van a gondviselés, és ezen az úton van az előre megtervezett kegyelem is, ami számunkra. A megtervezett, előre eltervezett kegyelem is a mi számunkra. Tehát ez így volt Pálapostollal is, és először jött a több mint 40 ember, aki esküvéssel kötelezte magát, hogy megölik Pált. Ezek orgyilkosok voltak, akik merényletet akartak elkövetni Pál ellen. Aztán utána jöttek a, a, a különböző aspirációk, konspirációk, és aztán pedig jött a vihar a tengeren. A vihar az egyszerűen elképesztő méreteket öltött. Megnéztem a térképen, több mint ezer kilométeres sodródott fál a 276 emberrel, aki a fedélzeten foglalt helyet, és eh, ahogy sodródtak Krétától Máltáig a földközi tengeren, ez, ahogy mondtam, több mint ezer kilométert ölelt fel ez a sodródás. És 14 napig nem látták a csillagot, az egeket, eh, azt sem tudták, hogy merre járnak, teljesen el voltak számva a halára, és az emberek kimerülve, fázva, Dideregve, megfagyva élték ezt végig, ezt a téli utazást a tengerem. Akkor hirtelen eljutnak a sodródás, a hatalmas vihar után egy szigethez, amihez van egy kis reménység, hogy kijutnak, és kihajtották a hajót, és ahogy kihajtották a hajót, a hajó beleszorult az egyik zátonyba, és a hátulját pedig a habok darabokra törték a hajónak miután ezt látta a százados, meg, meg, akarták ölni a katonák a foglyokat, de itt is ott van az gondviselés, Pál túléli az orgyilkosokat, túléli a főpapnak az ármánykodását, a zsidóknak az ármánykodását, a rómaiak rossz indulatát, túléli egy vihart, 14 napi hánykolódás a tengeren, aztán túlél egy törést, és aztán pedig, miután ebbe a Miután ezt végigéli, kimenekül a, a tengeren, a hideg vízben, a viharos tengeren, zápor, zivatar közepette, hatalmas hullámzások közepette, és aztán elérkezik egy újabb rész az életébe, túléli a kígyót a tűzben. És erről szeretnék néhány gondolatot mondani, mert olyan fontos igazságok vannak benne, amelyet mindenkinek hallani kell. Hogy élte túl pálapostól a kígyót a tűzben? Hogy jött ez egyáltalán az életébe? Hogy ennyi nehézség után. A pogányok így fogalmazták meg, hogy ez az ember biztos, hogy egy elvetemült bűnöző, gyilkosnak mondták őt, mert ez az ember nem engedi az Isten élni, meg akarja ölni. Ez az ember ugyan túlélt nehéz helyzeteket, de Isten nem engedi, hogy megúszza, és azért ragadta kezébe a vipera, mert a gondviselés, vagyis az Isten rendelte el, hogy ne éljen túl ezt a veszélyes helyzetet, hanem halljon meg. Tehát Isten megbüntette őt, ezt mondták az emberek. A valóság ez egészen más volt. A vipera, a kígyó a tűzben, ez egészen más jelentett a számára, mint a pogányoknak, a barbároknak. Egészen más üzenete volt, és szeretném ezt kinyitni a számotokra, és megmutatni a számotokra, ez, ez mit jelent. A történetben tehát látjuk, hogy, hogy 276 ember hajózik pállal, ez nem kis gyülekezet, Ugye ezek az emberek nem keresztény emberek, Ezeket, ezek között egyetlen egy Isten embere van, az pedig Pál. Mi is így érezhetjük magunkat, drága barátaim, sokszor a munkahelyen, sokszor az iskolában, a társadalom különböző helyein, a családunkban, ott, ahol esetleg nem keresztények az emberek, és úgy érezzük magunkat, hogy idegenek vagyunk. És néha nem értjük keresztényként azt, hogy miért hajózunk az élet tengerén mi is, világi emberekkel, miért hajózunk az élettengerén mi is pogányokkal, miért hajózunk olyan emberek, akik nem hisznek. Hát elmondom nektek, hogy azért, mert Istennek terve van velünk, és Isten minket azért helyezett oda, abba az élettérbe, abba a hajóba, abba a környezetbe, ahol mi utazunk a pogányokkal, a meg nem tért emberekkel, mert Isten rajtunk keresztül cselekedni akar valamit. Ez így történt pár életében is, és Pál nem bosszankodott, Pál nem mondta az Istenek, hogy miért kell nekem is elszenvedni ezt a vihart, mint a többinek. Ha keresztény vagyok, akkor az Isten miért nem őrizött meg? Miért, engedte, miért nem engedte meg, hogy én ne jussak ebbe a viharba? Miért engedi meg, hogy végig szenvedjem ugyanazt a nehézséget, mint a többiek, akik nem az Isten gyermekei? Pál ajkát ilyen szavak nem hagyták el. Pál tudta Isten szava alapján, hogy mi történik vele, ahogy elmondtam már nektek, hogy tudta, hogy ő Utazik a keskeny úton, Jézus Krisztuson, az úton, előre elrendelt úton halad előre, ez az ő élet útja, a befejező szakasz az életének, és Isten akaratából megy Róma felé. Azt is tudta, hogy az Isten meg fogja őt őrizni. Azt nem tudta, csak később tudta meg, hogy az Isten, aki vele, akik vele hajóztak, azt mind ajándék adta neki. Azt mondja az Isten, megjelen, megjelenik Pálnak, és azt mondja, hogy akik veled hajóznak, a 27. rész 23-26-ig el lehet ezt olvasni. Azt mondja, de el is ö, ö, olvassuk, hogy mindenki lássa ezt. Tehát a ö, 27. rész 23-26-ig így mondja, az igen, mert az éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, aki én vagyok, akinek szolgálok is, és azt mondaná, ne fépál, a császár elé kell neked állnod. És így mi az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik tevelet hajóznak. És annak jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amit nekem megmondatott. És egy szigetre kell nekünk kivetődnünk. Ezt mondta Pál. Pál megtudta a következő részben, hogy az Isten ajándékba adja ezt a 276 embert neki. Mit jelent ez? Tehát nem... nem az embert adta neki ajándék, vagy a pál tulajdona legyen ez a 276 ember, hanem ennek a 276 embernek a megtérését adta ajándékba, és a 276 embernek az isteni megmenekülését, jobban mondom, bocsánat, az isteni megmenekülését adta ajándékba, hogy pál életét felhasználta Isten 276 ember megmenekülésében. Ezt kapta ő ajándékba. Ez volt az ajándék. 276 ember pál miatt menekült meg. És pál volt az eszköz az Isten kezébe, akin keresztül ezt megmenekített, és ajándékba kapta az apostol, hogy láthatta, hogy az Isten miatta mentette meg ezeket az embereket. Ez óriási kiváltság. Lehet, hogy te is látod, hogy teveled is hajóznak emberek az élet tengerén, az élet vizén, és ezek az embereket először is szeretném elmondani, hogy neked is így kell látnod. Neked nem nyűgnek kell, nem tehernek kell látnod az embereket, akik körülvesznek téged, hanem ugyanúgy kell látnod, mint pálapostól, hogy az Istentől elrendelt úton, amit Jézus Krisztus rendelt el a te számodra, mert neked Jézus az út, azon te utazol az élet útjain, és neked az élet Krisztus, és te ebben utazol. És ezen az úton Isten ajándékba adott neked embereket. És azok a pogány emberek, akik körülötted vannak, akár az iskolában, akár a munkahelyen, akár a családodban, azok neked nem nyűg és nem teher, hanem Isten ajándék hogy meglásd az ő megmenekülésüket. Mondj egy hatalmas áment. Ez az Istennek a terve az életedben. Hiszel te ebben, hogy körülötted az emberek nem bosszantásul vannak, nem nyűkként vannak, hanem Isten ajándék a számodra, hogy meglással az ő megmenekülésüket. És te eszköz legyél az Isten kezébe, hogy ők közelebb kerüljenek az Istenhez, és megmeneküljenek rajtad keresztül. Tehát nem véletlenül vagyunk, ahol vagyunk, nem véletlenül vagyunk abban a közösségben, ahol vagyunk, nem véletlenül vagyunk azoknak az embereknek az életében, akiknek az életében ott vagyunk. Mi a megmenekülésükre adattunk. Mi azért adattunk, hogy rajtunk keresztül Isten szóhasson, cselekedhessen, Sőt, Isten kiárazhassák az ő kegyelmét rajtunk keresztül, mert párt megmentette az Isten, és vele együtt mindazokat, akik vele hajóztak. Így kell hinni egy, egy családban is, testvéreim. Ha te keresztény vagy, és még nem hívő a családod, neked hinned kell, hogy te vagy a keresztény a hajóban. És akik a hajóban vannak, a családodban meg fognak menekülni, miattad, mert az Isten meghallgatja az imáidat, és meg fogja menteni a családodat. Ez az igen, meg van írva. És így kell hinni egy munkahelyen is. Így kell hinni a társadalomban is, hogy te oda vagy helyezve az ő megmenekülésükre. Hogy munkáld a megmenekülésüket, hogy lásd a szemeiddel, Isten megajándékoz téged emberek megmenekülésének a látásában, hogy megláthatod őket megmenekülni. Ezt így kell látnod. Isten képes rá. Képes rá. Te nem vagy rá képes, te nem tudsz megmenteni senkit, még saját magadat sem, de Isten megment téged, és mindazokat, akik körülötted vannak, ő képes rá, és meg is fogja tenni. Ez a nagy viharok idején látszik legjobban, amikor az emberiség életében egy nagy politikai, egy nagy gazdasági zűrzavar van, és most jelenleg éppen ebbe a szakaszba megy az emberiség, hogy egy óriási vihar van a tengeren, így lehet mondani, a népek tengerén, most nem a földközi tengeren, Pálapostól valóságban megélt a földközi tengeren ezt a hatalmas viat, a római századossal, katonákkal és az elítéltekkel és a hajósokkal és az utazókkal, akik velük utaztak. Mi pedig az élettengerén éljük meg most ezeket a viharokat, és most a XXI. században óriási vihar van a népek tengerén. Óriási vihar van a népek tengerén, és ki fog derülni, hogy minden egyes keresztény, akik hisznek Jézus Krisztusban, az a megmenekülésre van elhelyezve, hogy minden helyen halljanak az evangéliumról, minden helyen halljanak Isten üzenetéből, hallják Isten bátorító szavát az emberek, és ki legyen munkálva Istentől a lehetőség az ő megmenekülésükre. Ez nagyon fontos. Mi ajándékba adattunk ebbe a világba. Mi Isten ajándékba adott minket, és nem véletlenül nevez minket a Biblia sónak. Egy ember életében a só ajándékba adatik az ételbe. Mert a só miatt sokkal izletesebb lesz. Vagy tartósabb lesz. Nem romlik meg. Vagy mi világításként kaptunk ebben a világban, hogy az emberek ne bortorkáljanak a sötétben és megtalálják a kiáratot. Ez nagyon-nagyon nagy kiváltság, hogy ajándékai vagyunk ennek a világnak, és úgy kell használnunk, úgy kell kihasználnunk a helyzetet, hogy Isten is ajándékba adja nekünk, hogy meglássunk emberek megtérését és megmenekülését. Dicsőség Istennek. Aztán a következő része a történetnek az, hogy kimenekülnek a partra. Óriási csoda, hogy több mint két hét hánykolódás után kiéhezve, hiszen akkor lettek először kenyeret, a hideg vízben, Esőbe, viharban, hatalmas hullámok között kimenekülnek, úgyhogy senki nem hal meg. Óriási kegyelem. Mindenki kimenekül. Mindenki megmenekül pár mert Isten ezt ígérte. És nézzétek meg, hogy a jó, szívű, irgalmas szívű emberek Máltán barbároknak nevezik őket. Nem azért voltak barbárok, mert tudatlanok voltak, hanem a zsidók így neveztek mindenkit, akik nem hozzájuk tartoztak abban az időben ugye görögökhöz tartoztak, vagy más vallásokhoz tartoztak, barvároknak mondták őket. Ezek jó szívű, irgalmasak vannak, mert megsajnálták őket, és azonnal tüzet gyújtottak a jó szívű emberek. A jószívű emberek az ő szeretetükkel, a jó szívű emberek az ő irgalmukkal ma is képesek tüzet gyújtani. Nagyon-nagyon e fontos, hiszen mi kell egy partra vetett, elgémberedett, majdnem megfagyott, kimerült embernek, aki ugyan megmenekül a tengertől, a viharos tengerből, és ha nem gyújtanak neki tüzet, akkor majd el fog pusztulni a lázba, a megfázásba és a hideglelésbe. Ezért nagyon fontos, hogy ha már megmenekültek ezek a tengerből, akkor a földön ne pusztuljanak el a szárazföldön. És Isten felhasználja ezeket a jószívű barbárokat, hogy tüzet gyújtsanak. És ezek a jószívű barbárok tüzet gyújtanak, és az apostol táplálja azt, nézzétek meg, ugye Pál apostol ott van, miután a barbárok tüzet gyújtanak, ezek a jószívű, irgalmas szívű emberek tüzet gyújtanak, a didergő, fázó, megfázott, kimerült embereknek, azután jön az apostol és táplálja a tüzet. Tehát ez is egy üzenet, drága barátom, valahol neked el kell helyezkedni, mint keresztény ember. Ha keresztény ember vagy, akkor vagy tüzet kell gyújtanod, jó emberként a környezetedben, mert Isten elhívott arra, hogy megsajnáld az embereket magad körül. Ha a hajóban vagy a viharon, akkor munkáld és imádkozz meg menekülésükért. Ha pedig, ha pedig kim vagy a parton velük, akkor tüzet kell nekik gyújtani, mert ma a viharban, nem tudom, hogy tudjátok-e, drága barátaim, rengeteg ember fog kimerülni. Sajnos azt kell mondanunk, hogy olyan vihar felé közeledünk, és olyan hajó törés fog szenvedni nagyon sok család, a világban nagyon sok ember, hogy a partra kivetődve, ha megmarad az élete, azonnali segítségre van szüksége. Azonnal is segítségre, mert kimerülve partra veti ez a hatalmas vihar, ami most jön az emberiség felé, gazdaságilag, politikailag, hogy milyen kiáltás előtt állunk, a szegénység, a munkanélkülség, az éjség, a egekben, az árak, elveszítik nagyon sokan a, az értékeiket, reménységüket, családjukat, szétesik az életük, az egészségük. Ezért a kereszténységnek készenlétbe kell állni a viharon a tengeren, és a keresztény embereknek, vagy a jó szívű embereknek készenlétbe kell állni a parton. És nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy tüzet gyújthatunk nekik. Ez a tűz Jézus Krisztus. De ha te keresztény ember vagy, ha nem gyújtad tüzet, akkor táplálnod kell a tüzet. Ugye Pálapostól látta, hogy amikor meggyújtották ezek a jószívű emberek a tüzet, akkor látta azt, hogy neki táplálnia kell, mert ez egy jó dolog, ez segít az embereket. És ahogy Pál táplálja, tehát te melyikbe vagy, Abba vagy, aki gyújt az tüzet az embereknek, vagy abba vagy, aki táplálja a tüzet. Valamelyikben benne kell lenned keresztényként. Remélem, hogy ott vagy valamelyik helyen. Jön a harmadik terület. Ugye a kígyó kijön a tűzből, pál venyigét gyűjt, rádobja a tűzre, nem vesz észre, hogy a rőzsében van egy vipera, ez a vipera megmelegszik, és abban a pillanatban megelevenedik, és támadásba lendül megmarja pált, és a kezében ragad, és az ujján keresztül lógva ott lóg, és az emberek azt hiszik, hogy az Isten átka van pál apostolon, de a valóság nem ez. A kígyók tűzből jön ki. Mit jelent? Nem tudom, hogy volt-e már az életedben olyan, hogy te jó cselekedtél, megsajnáltál embereket, tüzet gyújtottál, lelki értelemben, és segíteni próbáltál embereken, és tápláltad a tüzet, tápláltad a szent lélek tüzét, tápláltad a szeretet tüzét, tápláltad az írgalomnak a tüzét, és utána te kerültél bajba. Én már jártam nagyon sokszor. Amikor a szent lélek tüzét táplálom, én nagyon sokszor járok így, most is tapasztalom, hogy soha nem látott mennyiségű ellenségem van, és soha nem látott mennyiségű barátom mellett, és testvérem mellett, és szerető ember mellett nagyon sok rágalmazó és gyűlöködő ember vesz körül, akik azért jönnek ki, mert a tűz zajlik. Igen, felvállaljuk, drága testvéreim, hogy mi a szentileg tüzét akarjuk táplálni. És bevallom őszintén az életembe teljes szívemmel, hogy amit Isten gyújt, én azt táplálni szeretném. Azt a tüzet a Szentlélek által szeretném táplálni, nem csak én, hanem minden jó szívű keresztény, minden testvérünk, aki látja, hogy ennek a didergő, fázó világnak erre van szüksége. És emiatt sokszor él bennünket vár és támadás, és a sátán, ez azt jelenti, hogy amikor tüzet tapasztal az ördög valahol, a Szentléleknek egy tüzét, a mi esetünkben lefordítva, a Szentlektől, Istentől gyúl egy tűz, vagy emberek gyújtják meg, őket Isten felhasznál, akkor abban a pillanatban a sátán megharagszik, és támadásban lendül. Le van gémberedve, de aztán újra megindul egy támadásban lendül, és a tűz leleplezi a rőzsébe megbújó kígyót. És nem, de így van ez. Nem figyeltétek, hogy a Bibliában, amikor a Szentlélek elkezd dolgozni, mit csinál? Leleplezi a démonokat, gonosz szellemeket, a sátánt, az ördög minden munkáját. A szent lélek tüze az együtt jár az ördög leleplezésével. És itt is ez történt. A tűz leleplezi a megbújó kígyót, a tűzből jön ki, tehát a szent szentleknek a tüze ma is így működik, hogy ahol a szent tüze árad, ott nem tudnak e, megmaradni e, elrejtve titokban az ördögi erők, hanem napvilágra jönnek és belemarnak ki be, a gonosz szellemektől kötözött, befolyásolt, lehúzott emberek mindig kibevarnak bele. Jézus Krisztus, mikor itt járt a Földön, ki volt a legnagyobb ellenségük? Nem a rómaiak, hanem a legnagyobb ellenség a saját népe volt. És az, azok martak bele. Mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. Mert meg voltak kötözve, sötétségben éltek, pedig Isten gyermekei voltak és belemartak, és ugye napvilágra jönnek a démonok, napvilágra jönnek a gonosz szellemek, sokszor lehet őket látni, hallani, és ez, ezek támadásba lendülnek. Azonnal támadják a szentfileket, teljes hívőket, támadják azokat, akik táplálni akarják a tüzet, és bajba kerülsz. És te csak a jót akartad. Te csak Istenhez akartad őket Te csak szentileg tüzét akartál. Te csak azt akartad, hogy azon a, abban a tűzben kapjanak életet újra, és újra föltöltödjenek erővel. És ehelyett kapod a kígyó támadását. Ez így megy ma is. A kígyó kimászik a tűzből, aktív lesz, és a tüzet tápláló embereket támadja meg, és kaphat ilyen támadást. Ezért ne, ne félj, mert ha te is egy olyan ember vagy, hogy éppen a jót teszed, embereket segítesz, segítesz a nyomorútonkon, a lelkileg megkötözött, fáradt, gyenge embereken, és ehelyett rágalmat, plegykát, szidalmat kapsz, hát ez a kígyó a tűzből. Ez aki így a tűzből. És ettől még külön munkákat is képes végezni a sátán. De leleplezi a tűz ezt a helyzetet, és ez a tűz gyújtásra és a táplálásra jár. És Isten néha megengedi az, hogy az ördög támadása alá kerüljenek olyan emberek, akik tüzet gyújtottak, vagy olyan emberek, akik a tüzet táplálják. Ez történt Pállal is. Miért engedi meg Isten? Azért, hogy bizonságot tegyen azok mellett, akik az övéi. Isten bizonságot tesz azok mellett, akik az övéi, akik az ő névében szolgálnak. És meg fog őket védeni, meg fogja őket tartani, és a sátani támadás le fog lepleződni, meg fog semmisülni, és Isten bizonságot fog tenni, hogy nem meghalnak, meg tönkre mennek, hanem egy következő szintre jutnak. Dicsőség Istennek. Ez történt Pállal is. A kígyó, ami kijött a tűz hatására, és aktivizálta a működését, és mi is ezt tapasztaljuk, hogy minél jobban megyünk Isten jelenlétébe, annál jobban nem csak az Úrnak a munkáját tapasztaljuk meg, hanem az ellenség munkáját is. Ez együtt jár, de van egy jó hírem, és az most következik, hogy az a kígyó, ami aktivizált, az a tűz, amely aktivizálta a kígyó működését, tehát a Szentélek munkája behergeli az ördögöt, és aktivizálja az ördögöt, és ellenemegy rögtön azoknak, akik ezt táplálják, és, és e, 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 táplálják ezt a tüzet, az apostol táplálta a tüzet, és drága testvéreim, az a jó hírem, hogy ez a tűz fog el is pusztítani. Tehát a szentleg tüze jelenléte hatására nyilvánvalóan válnak démonok, megkötözettségek, erők, de ugyanez a tűz meg is semmisíti őket, dicsőség Istennek, meg is semmisíti, tehát a, a tűzből előbújó kígyó, a tűz hatására előbb bújó kígyó, az mar, de utána bele is esik, és el is pusztul benne. Ez nagyon fontos. Pál kezét célozza a kígyó. Tudjátok, hogy a sátán le akarja állítani a hívő szellemi embereknek a cselekedeteit és tevékenységét. De olyan csodálatos, hogy Pál apostolba égett egy másik tűz. És az a tűz az a szívébe égett. És ezt a tüzet nem lehet leállítani. És ez az, ez az, emberek iránt való, és az Úr iránt való buzgó szeretet volt. És ahogy lógott a kígyó, Pál oda volt számva Istennek, és tudta, hogy az Úr meg fogja őt őrizni, belerázta, lerázta a tűzbe. És az a kígyó, amely le akart őt állítani, ami a kezeit akarta megdagasztani, megbénítani, a cselekedeteit leállítani, ugyanaz a kígyó ezzel a kész hatására esik be a tűzbe. Nem megdagadt és lebénult Pál keze, hanem a lerázta a kígyót. És ma szeretnék e, profitálni neked. Rázd le a kígyót. Azzal a cselekedettel, hogy nem hagyod abba az úr szolgálatát. Nem hagyod abba az úr követését. Nem hagyod abba a jó cselekedeteket. Nem hagyod abba a tűzgerjesztését. Ezzel lerázod a kígyót, amelyik martéget, téged, bánt téged, rágalmaz téged, támadásokat intéz ellenet. Sokszor még testvéreken keresztül is. Ne, ne foglalkozz vele. Ez a kéz nem fog megdagadni. Ez a kéz nem fog megbédulni, hanem Isten a te cselekedeteiden keresztül tovább megy, és bele rászhatod a kígyót a tűzbe, és leválik róla dicsőség az Úrnak, leválik rólad, a leleplezett kígyó, a tűz által a leleplezett kígyó, tűzbe semmisül meg a Szent Szelem tüze ilyen, leleplező az ördögi dolgokat, azután a következő szakaszban pedig megsemmisíti a sátáni dolgokat. Tehát megszabadítja az embereket a kígyótól, megszabadítja a démonoktól, megszabadítja, és így megsemmisül az ördög munkája az életükben. A Szent Lélek tüze hatására mindenki mondja egy "Amen", És azt kívánom, hogy mi olyan tüzet tapasztaljunk most meg, mert én is személyesen táplálom a tüzet. Még akkor is, hogyha marak így jó. És nem, a, nem fogok megállni. Azért nem fogok megállni, mert tudom, hogy mi az én utam. Tudom, hogy mi a gyülekezet útja. Ez Istentől megvan nekünk szabva, nekünk ezen végig kell menni. És éppen ezért én tudom, hogy Isten meg fog tartani. És szeretem az embereket, szeretem az Urat megyek tovább, és nem hagyom abba a hítselekedeteit, és lerázom a kígyót a tűzbe, és Isten nem csak leleplezni fogja a sok gonosz szellemet, megkötözöttségeket és betegségeket, hanem meg is fogja gyógyítani, és meg is fogja szabadítani a testvéreket, és minden világi embert, aki a közelünkbe kerül, hiszen azért adja Isten az embereket körülöttünk, hogy megmentsük őket. Nem azért hajózunk velük, hogy tudják, hogy volt egy hívő ember a hajóba, hanem azért hajózunk velük, hogy lássuk a megmenekülésüket. Éppen ezért én tudom, hogy mi miért harcolunk. Harcolunk a, a, azokért a hívőkért, akik le vannak fagyva, és harcolni fogunk a, harcolunk a világban lefagyott emberekért. Ez nagyon-nagyon fontos. És nem fognak körülöttünk elpusztulni az emberek. Ezért lerázzuk a kígyót a tűzben. Úgy is mondhatom, drága barátom, hogy a kígyót, ha le akarod rázni, a sátánt le akarod rázni egy darabig, azt csak tűzbe tudod megtenni. Ha van egy tűz, a szentleg tűze az életedbe, az, az segít neked, hogy megszabaduljál az ördögi erőktől egy jó darabig, dicsőség Istennek. Aztán a következő pont, hogy megváltozik az emberek értelme, figyeljétek meg, hogy miután lerázza pálapostól, és az a kéz, amely eddig gyűjtötte a rőzsit és táplálta a tüzet, az a kéz rázta bele a tűzbe a kígyót, és lerázta a kígyót, az a kéz tovább folytatatta az Istennek a munkáját és a jó cselekedeteket és az Evangélium hirdetését és az emberek értelme megváltozik. Nézzétek meg, ahogy a kígyó beesik a tűzbe, jön a változás. Akik átoknak, bűnözőnek, gonosz embernek mondták párt, hirtelen mit mondanak? Isten. Én úgy mondanám, Isten embere. Mondjuk egy kicsit finomabban. De itt szó szerint azt mondták, hogy Isten ez az ember. Én meg azt mondom, hogy Istentől származó ez az ember. Bizonsága lesz az, hogy Istentől származunk. Bizonságunk lesz Istentől az, hogy amit tettünk, az tőle van. És hogy ez az ő akarata. Ez bizonság lesz, és megváltozik az ember élet, és az emberek ezt fel fogják ismerni. A jó, mikor megsemmisül, az ördög munkája tönkre megy, emberek felszabadulnak, az emberek elméjéről lemegy a gonosz. Azonnal. Lemegy a gonosz azonnal. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy, hogy ahogy elmondtam nektek, hogy mi is most egy tüzet táplálunk, egy dicsőség házát építünk, egy apostoli módon működő gyülekezetet építünk, ahol olyan módon lobog az Isten tüze, ahol az embereknek elég ere, energiája és fénye lesz arra, hogy megszabaduljanak a sátán erőktől változzon, amiben most élünk, akikkel együtt hajózunk. Mit kell tennünk nekünk a világban? Foglaljuk ezt össze. És ebben van az üzenet. Először is vág a barátom, aki ma figyelsz engem. Higgy abban, hogy téged Isten megmenekülésül adott a világba. Te azért vagy keresztény, hogy megmeneküljenek a környezetedben az emberek. Higgy az emberek megmenekülésében. Ha Isten azt mondja, figyeljetek, mit mondott Pál? Ha Isten azt mondta, hogy nekünk meg kell menekülni, és azt is mondta az Isten, hogy ki fogtok menekülni egy szigetre, azt mondta Pál, hogy én ezt hiszem. Én hiszem, hogy így lesz. Azt mondta. Nem azt mondta a pogányoknak, hogy Isten odaállt mellém az ő angyalával, és ezt mondta, de hát majd meglátjuk, hogy úgy lesz-e. Neked hinned kell, hogy az Isten azért helyezett téged a környezetedbe, ott, ahol élsz, hogy az emberek megmeneküljenek. Ezt az búzítást neked meg kell hallani és meg kell érteni, mert az emberek nagy bajba vannak, és mi azért vagyunk ott és azért hajózunk velük, hogy megmeneküljenek. Megmeneküljenek. A következő, amit tenned kell, ott, amelyik gyülekezetben élsz, nyilván én az életgyülekezetében lévőkhöz szólok, drága barátaim, testvéreim, akik az életgyülekezetében vagytok velem együtt, tudjátok, mire vagytok elhívva? Tápláld a tüzet. Mondja egy Ámen. Tápláld a tüzet. Tehát a szentleknek a tüzét neked táplálni kell, velem együtt. Hogy az emberek újra erőre jussanak, és újra fény kapjanak, világosságot, melegséget kapjanak, erőt kapjanak az Istentől, mert megfagynak ebbe a szeretetlen világba. Ezért nagyon fontos, hogy a következő lépcső higgy abban, hogy megmenekülnek az emberek körülötted, és higgy abban, hogy neked elhívásod van a tűz táplálásában a szentleg tüzéhez tegyél hozzá. Ne elvegyél belőle, ne akadályozd, ne vizes fát hordjál rá, ne homokot hordjál rá, ne szemetet hordjál rá, hanem tegyél rá te is rőzsét. Igen, az a tűz. A következő, amit tenned kell, Ráz le a kígyót, amikor téged rágalmaznak, bántanak, pedig jót cselekszel, pedig imádkozol, pedig keresed az urat, pedig azon dolgozol, hogy az emberek megmeneküljenek, és mégis támadásokat kapsz, mégis rágalmazásokat kapsz, mégis szidalmazásokat kapsz, akár keresztények részéről, akkor ráz le a kígyót a tűzbe. A szent tűze nem csak arra alkalmas, hogy leleplezze a sátán erőket, hanem arra is alkalmas, hogy megszabadítson az ördög erőktől Téged is és meg fog szabadulni egy jó darabig az ördögtől, hogyha a szent táplálod. És aztán vedd birtokba, amit Isten készített a számodra. Azt mondja itt az ige, hogy Pál Apostolnak ez előkészítette az útját, hogy eljusson a helytartóig, a helytartónak az édesapja meggyógyul, és ezen keresztül nagyon sokan meggyógyulnak a szigeten, és a szigeten Isten gondviselése szabadul fel. Tehát ezen keresztül Isten kedvesítette ezeket az embereket, és utána ellátták őket három hónapig, és mindent megadtak nekik, amire szükségük van. Tehát nagyon fontos, hogy birtóga vedd, amit Isten számodra készített. És nézd meg, hogy hogy halad Isten gondviselése előre Pál életébe, és ez a 276 ember életébe. Tehát tovább kell haladnod, és ez mind el van készítve, és ami döbbenetes, hogy ott van már egy hajó is a kikötőbe, tehát nem csak el van készítve a megmenekülés. Nem csak el van készítve utána a, a helyreállás a tűzben, hanem el van készítve, drága barátaim, a hajó is, ami tovább viszi az élete következő szakaszára, pálékat a Rómában. Még az is ott van már ott el, már el van készítve, az a hajó is. Tehát a továbbhaladásod is el van készítve. A hajó ott van a kikötőbe. Isten mindenről gondoskodott a vihar idején. Drága barátaim és testvéreim! Szeretném ezt nektek elmondani még egyszer, és remélem, hogy megértetted, hogy ez a történet ugyan an, akkor párlapostolékról szól, de igazából ott vagyunk mi is ebben a történetben, mert velünk is hasonló dolog történik meg. A mi életünkben is vannak viharok, az Élet tengerén, mi is hajózunk az Istentől elrendelt célok felé, és vannak nehéz időszakok. De Isten megígérte, hogy meg fog minket tartani, de nem csak azt ígérte meg, hogy minket meg fog tartani, hanem meg fogja tartani azokat is, akik velünk utaznak. És hogyha kimenekülünk, megmenekülünk egy ilyen viharból, Isten tüzet gyújt nekünk. És ebben a tűz, ezt a tüzet nekünk táplálni kell. Táplálni kell. És ez a tűz ugyan leleplezi a sátán előket, és kiváltja a sátán teljes bosszúját, mert sátán meg akarta ölni már korábban ezeket az embereket, nem sikerült, most legalább a parton szerette volna, hogy hideglelésbe halljanak meg, de nem sikerült ez sem, akkor kijött és megmarta azt az embert, aki táplálta a tüzet. De ez sem adta fel pálapostól, ebből is Isten dicsősége jött ki, mert minden ember előtt nyilvánvalóvá lett, hogy ez a tűz elpusztítja. Elpusztítja a gonosz sátáni erőket. Ez nagyon-nagyon fontos. És ezen keresztül felszabadul az Isteni gondviselés, győzelem, ellátás, és az a hajó, amely már ott tel el, hogy elvigyen bennünket közetkező szakaszra. Drága barátaim, testvéreim, szeretnék veletek imádkozni. Higgyetek ebben. Ti vagytok az emberek akinek ajándékba akarja Isten adni a környezetetekben lévő emberek megtérésének a megtapasztalását, hogy lássátok ezeket. És nagyon fontos, hogy minden Isten emberre ne adja fel, tápláljátok a tüzet. Minél jobban tápláljátok, annál hamarabb érkezik a lepottyanása a sátánnak az életünkről. Én is teljes szívvel teszek egy hitvallást. Hiszem, hogy az élet van egy utazása most Jézus Krisztussal. Hiszem, hogy az utazásunk során, ami most viharon keresztül megy, egy gyönyörű helyre vetődünk ki. És azt is hiszem, hogy senki nem hal meg közülünk. És azt is hiszem, hogy a Szent tüzébe helyre helyreállhatunk. És azt is hiszem, hogy a Szent tüzében ajándékul adja nekünk Isten azokat az embereket, akik velünk utaznak. És a kígyó le lesz leplezve, a sátánerők el lesznek pusztítva körülöttünk. Ez az Úr szava hozzátok, ezért fogunk most imádkozni. Gyertek velem, imádkozzunk. Menj, édesatyám, köszönöm, hogy tanulhatunk ma a Pál életéből. A kígyó a tűzben, tűzből jön ki, utána tűz által vész el. Köszönöm neked, Istenem, hogy láthatjuk Pált, aki táplálja a tüzet, és láthatjuk, hogy hogyan állnak helyre ezek az emberek, akik teljesen halára vannak szállva, és tönkre vannak menve, de mégis megtapasztalják a te gondviselésedet. Köszönöm, Uram, hogy számunkra most ez az időszak ugyanilyen helyzetet teremtett meg, hiszen körülöttünk is vihar van. Emberek hánykolódnak a tengeren. Nem tudják, hova fognak kivetődni. De Uram, Te szólsz a Te népethez, hogy a keresztény világ és a hív emberek oda vannak helyezve a világban, hogy munkálják ki a környezetük megtérését és megmenekülését. Köszönöm, Uram, hogy mellénk állsz, hogy nem csak minket mentesz meg, hanem rajtunk keresztül a velünk utazókat is. És köszönöm neked, Uram, hogy most változtatod a szívünket, hogy tüzet tápláló emberek legyünk, hogy Pálapostól, aki, aki mint, mint Isten embere ott volt, azonnal tudta, hogy neki táplálni kell a tüzet. Nem ült tétlenül, pedig ő ugyanúgy fázott, ő ugyanúgy a vízbe úszott ki, ugyanúgy szenvedett, de ő azonnal a munkához látott. A kezeit nem tudta a sátán lebénítani, hanem ezek a kezek rázták le a tűzben a sátán minden munkáját. Köszönöm, Uram, hogy ez hoz velünk is történni most. A Szentleknek a tüze, amit gyújtott el a mi életünkben, ez most helyreállást hoz. Leleplezi a sátán erőket, és fel vagyunk készülve arra, hogy a sátán erők lesznek leleplezve, de ugyanakkor tudjuk, hogy ebben a tűzben is pusztulnak el megszabadulnak az emberek. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram, a jó szívű embereket, akik tüzet gyújtanak. Köszönöm, Uram, a tüzet tápláló embereket. Köszönöm neked, Uram, azok, akik hiszik, hogy ők megmenekülésül vannak a világnak. És munkálják az emberek megmenekülését. És köszönöm neked, Uram, hogy ott van nekünk a hajó, ami már visz bennünket tovább. Elkészítettél minden gondviselést a mi életünkben. És az élet szebb, áldottabb és jobb közösség lesz, mint valaha az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A kígyó a tűzben, ez volt az üzenet, gondolkodjatok ezen, és tápláljuk a tüzet. Áldott éjszakát kívánok nektek. Ámen.